So we meet again and I offer my hand. I'll try an English though. And you look at me and I understand. Yeah, it's a look I used to know. 3 long years and your favorite man. That's any way to say hello. And you hold me. Nyilatkozok. Hát nagyjából ezt akarja elérni Kövér László, hogy ezt tudják csinálni a magyar parlamentben, hogy ne tudjanak nyilatkozni, egy ilyen kicsi karámban szorítanák vissza az újságírókat. Gyakorlatilag betiltották a parlamenti közvetítést, mint műfajt. Ahogy megleváltja őket az ellenzék, természetesen ez is meg fog változni. Sziasztok, ez itt a parlamenti napló. Ezen a héten is ugye újra kezdődött a parlament, hiszen vége van az önkormányzati választásoknak. Sok minden történt. Voltam többek között a gazdasági bizottságnak az ülésén, ahol ilyen kis apróságokat hozott fel az ellenzék, hogy talán nem kellene a Kínával kötendő megállapodást megkötnünk az ügyben, hogy egy vasútvonalat fektessünk le ugye Kínától Magyarországig, és ugye ezt mi finanszírozzuk. Illetve a gazdasági bizottság ülésén arról is volt szó, hogy ezt a paksi ügyet is, ami egy gigahitel, és természetesen azt is szintén az oroszoktól, ugye az előző ügyet, a kínai vasútvonalat, azt a kínai kormánytól hiteleznénk, a paksot pedig az orosz kormánytól hiteleznénk. Szóval az ellenzék felvetette, hogy talán ezt a dolgokat nem kellene csinálni, mert paks esetében ez gyakorlatilag életveszélyes is, Kína esetében pedig hát fogalmunk sincs, hogy milyen következmény lennének ennek a vasútvonalnak a megépítésében. Természetesen a kormánypárti képviselők ezt leszavazták. Hát az ellenzéki képviselőtársaságban nem értjük, hogy ezt a két gigaprojektet, ami Magyarország számára nyilvánvalóan káros, miért erőlteti a kormány. Természetesen mi nem fogjuk levenni ezt a napirendről, addig fogunk küzdeni, ameddig tudunk, és még utána is, hiszen ezek a dolgok károsak Magyarországnak, nem fogjuk hagyni, hogy ez a két projekt megvalósuljon. Plenáris ülés is volt ott a napi nap folyamán, volt benne kisebb balhé is. A mellettem ülő hatházi Ákos táblákat mutogatott föl Orbán Viktor számára, amit a fideszes képviselők nem vettek jó néven. Én is felszólaltam, és hát ugye a kampányban tapasztalható anomáliákra hívtam fel a figyelmet arra, hogy a Fidesz-KDNP nem csak a nagyvárosokban, nem csak a kisvárosokban, hanem sajnos a falvakban is gyűlöletet gerjeszt, méghozzá nem is akármilyet, hiszen ezekben a kisfalvakban sokkal nehezebb elbújni a hatalmasságok elől, mint mondjuk egy Budapest méretű nagyvárosban. Cserépfalu esetén példáulóztam, ahol sajnos a fideszes polgármester jelölt és társai megfenyegették a falut, többször is személyenként is, az egész falut is, sajnos ennek eredménye is lett, megnyerték a helyben a választást, és utána nem hagyták abba a lakosság terrorizálását, hanem folytatták ezt a tevékenységüket, ezért emeltem szót a parlamentben, a Cserépfaluért és a többi kis településért is. Sajnos a fideszes képviselők cinikusan reagálták ezt a dolgot, és azt mondták, hogy hát miért nem jelentik föl a érintettek a rendőrségnél. Pontosan tudja, hogy ilyen kis faluban mennyire kiszolgáltatottak az emberek, illetve sajnos azok a települések, amiket önök emberei vezetnek, mennyire kiszolgáltatottak az emberek, félnek, nem hogy följelentést nem mernek tenni, hanem lassan már meg sem mernek szólalni, és ezt önök intézték az elmúlt 9 évben. Mai napon az eszközkezelőről vitatkoztunk, amihez a Fidesz-KDNP egy újabb javaslatot nyújtott be, ugye ez egy évvel ezelőtti törvény, és ugye arról szól, hogy azok az emberek, akik elvesztették a lakásukat, azt átveszítjük az állam, és nekik lehetőségük van arra, hogy visszavásárolják. Ez egy elképesztő rendszer, amiben természetesen a legszegényebbeket nyújtja, akik a legnyomorultabbul jártak ebben a devizahiteles ügyben. Több ellenzéki társam is hát darabokba szedte gyakorlatilag az egész fideszes devizahiteles kezelési módszereket, és hát elmondtuk, hogy itt ezt az egész ügyet kellene kezelni, és nem csak egy részét, és ahogy kezdve van, az sem jó. Borzasztó emberi tragédiák vannak, de úgy tűnik, hogy a fideszes társaink valahol egészen másik Magyarországon élnek, és azzal példáulóznak, hogy nagyon sokan ezek a devizahitelekből
luxusautókat, meg padlásbeépítéseket csináltak, de természetesen is nyilvánvalóan mi nem ezekről az emberekről beszélünk, biztos volt ilyen is, de mi azokról a dolgozókról beszélünk, akiknek életükben először, és úgy tűnik, hogy utoljára azt gondolták, hogy lesz saját lakásuk, és ehhez hitelt vettek föl, egyébként a magyar állam és a bankok támogatására és erőszakos hirdetésére, és aztán, amikor beütött a krach, akkor cserben hagyta őket mind a magyar állam, mind pedig a bankok is, akik ezekből a hitelezési ügyetekből nemhogy rosszul jártak volna, hanem extra profitot tettek szert. Ezt nem hajlandó belátni a magyar kormány, és nem hajlandó a bankokkal kemény kézzel bánni, inkább hagyja, hogy a magyar állampolgárok utcára kerüljenek, öngyilkosak legyenek, vagy életeik menjenek tönkre, de a bankok extra profitjához nem nyúl, nyilvánvalóan felháborító, és nyilvánvalóan az egész ellenzék ezt tűrhetetlenek tartja, és küzdünk azért, hogy a helyzetet változtatni tudjunk. How many times can I walk this way and wish, if only? How many times can I talk this way and wish?